Tudod, Andy, gondolkoztam a problémádon. És azt hiszem, tudok rá egy megoldást. Hallottál olyanról, hogy dugi pajtás? Tessék? Ez egy spéci barát, akivel dugsz. Nem hallottam erről. Hitler nem fog lehetetlen feltételeket szabni. Tudja, hogy mik a gyengéi. Észszerűen fog tárgyalni. Mikor tanulunk már ebből? Vajon mennyi diktátornak kell még kedvére tenni? Udvarolni, sőt, nem érdek kiváltságot adni, mire végre megtanuljuk, hogy nem lehet egyezkedni egy tigrissel. A szájába van a fejed! Sose szabad fullba nyomni a kretént. Hogy érted? Figyelj, Dusty Hoffman. Raymond kreténnek tűnt, kretént játszott, nem volt kretén. Fogpiszkáló, kártyatrükkök, autista. Na, de nem kretén. Aztán gyűjt Tom Hanks, Forrest Gump. Lassú, igen, kretén, talán járógép a lábán, de Nixon behugyozott tőle, és megnyert egy pingpong versenyt. Tehát nem kretén. Peter Sellers, Isten hozta, Mr. Infantilis, igen, de nem kretén. Te meg full kretént nyomtál. Sose nyomjál full kretént. Nem hiszed-e? Kérdez Sean Penn-t, 2001 levem szem. Rémlik, full kretén volt. Oscar bácsi meg nem gyűjt. Ezt vésd az agyadba, te köcsög biboldó, te! Csak is miattam létezhetsz itt! Csak is miattam nélkülem, te! A prédája! A prédája lennél minden gengszternek itt! Mint harapna egyet a zsidó seggedből! Ez történne veled! Figyelmeztetlek! Hátba ne támadj még egyszer! Te szemétgeci, te! Ezen a héten mi zavar? Ugyanaz, ez az egy Isten, három Isten. Már az óvodában rászokás jönni, hogy a hit a lényeg. Ez olyasmi, mint mondjuk Athos, Sportus és Aramis egybegyúrva. Itt a templomon mellett a három testőrhöz hasonlítod Istent. Csupán azért jársz ide, hogy felbosszants, hát ma nem fogsz. Hogy merjesz ezt hátat fordítani? Rabszolga! Vedd le a sisakod és mondd meg a neved. Maximus Decimus Meridius vagyok. Az északi seregek parancsnoka, a Félix légió hadvezére. Marcus Aurelius hűszolgája, mint halálig. Egy meggyilkolt fiú apja. Egy meggyilkolt asszony férje. És basszút állok értük. Míg élek, vagy azután. Lilu Dallas világjegy. Igen. Világjegy. Igen, tudja ő, hogy világjegy. Lilo Dallas a nejem. Most esküdtünk. Tudja, hogy van ez. Összetalálkoztunk. Szikralokban. Tudja, hogy világjegy. Szóval szeretjük egymást. Megvagy! Megvagy! Nem kapsz el! Az állat túl gyors! Ez az! Úgy repkedek akár egy gyerek, akinek a világ kerek, és ezért kedve remek! Vaduljunk! Ez a beszéd! Itt egy fontos tanács Billy bácsitól. Ne vegyetek drogot. Legyetek popsztárok, és megkapjátok ingyen. És azt hiszem, most reklám következik, hál' Istennek. Aztán folytatjuk. Pápá, viszlát! Mi van veled, Shrek? Mi bajod az egész világgal? Nézd, nem nekem van bajom, világos, hanem az egész világnak van baja velem. Az emberek meglátnak, és egyből, ha, segítség, futás, egy nagy buta csúfogra! Megítélnek, pedig nem is ismernek. Ezért jobb nekem egyedül. Hogy maga itt, most Dennis. De az biztató, hogy végre találkozunk. És ezt abból gondolom, hogy már kétszer megigazította a bombonos tálat, és úgy tudom, hogy maga rögeszmés kényszerbeteg. Most már értem, igen, ez cseles. Ez cseles, de én nem Dennis vagyok. És magát és Patrisát kitiltották a fényből már egy jó ideje. Elsősorban mondjuk úgy, hogy a hitük miatt. Patricia és Dennis nagyon instabilak, én nem Dennis vagyok. Maguk vették át az irányítást? Kérem, higgy el, Barry vagyok. Két kisegér egy vödör tejbe esett. Az első egér
feladta és megfulladt. A második nem adta fel. Annyira küzdött, hogy végül is vajjá köpülte azt a tejet, és kimászott. Uraim, Eperstől én vagyok az a második egér. Mert én... Én vagyok vasember.